múlt, barátokra lesz, hogyha húzza kell. Rock'n'roll-t járni, nem vagy még kalandor, egy pici kalandor. Ez ember, kino jó barát, ősidőből szól hozzád. Ember, kino jó barát, ősidőből szól hozzád. Ember az utolsó dinoszaurusz. Denver a nagy attrakció. Írta Doug Loeffler és Lynn Loeffler. Gyere, Denver! Repüljünk! Hopp! Ez igen, nagy voltál! Hé! Hey! Denver! Egy kicsit össze kéne menned, Denver. Akkor átugorhatnál. Csinálj Rocky másik mutatványt is. Tartsd meg szépen. Oké. Okay. Ó, oh, nézzétek Denvert! Csak ügyesen, Denver! Mi van? Mindenki bűvészkedik. Most éppen Denver produkálja magát. Valaki nekem is produkálhatna valamit, mert ha nem, akkor bajban vagyok. Miért? Mi a probléma? Emlékeztek? Környezetből az a házi feladat, hogy egy riportot csináljunk valamilyen mesterségről. Na és? Teljesen kiment a fejemből, és nincs kész. A határidő lejárt. Holnap be kellene adnom. Semmi vész, öregem. Mondd azt a tanárnak. Nagyon sajnálom, tanár úr, én ugyan megcsináltam a riportot, de a mester közben megszüntette az iparát. Tudod mit? Teszíj meg inkább! Gyanúsan csöndesek. Gyertek, nézzük meg, mi van velük. Nehogy Mariónak valami baja legyen. Ott vannak. Mit néztek, srácok? Mi az, ami olyan érdekes? Nem sokára jön a cirkusz. Ha én is közöttük lehetnék, nem kellene házi feladatokat körmölnöm. Máskor gyakorolj, kislányom. Most menj és csináld meg a leckédet. De apu... Mint látja, Mr. Sneed, van néhány szenzációs számunk. Presto! A nagy Rinaldo az egyik. Ha ad még egy kevéske pénzt kölcsön, a turné végén mindent visszafizetünk. Szó se lehet róla, Mr. Baxter, már így is egy csomó pénzzel tartozik. Ha a héten nem fizeti vissza az adósságát, kénytelen leszek elvinni az állatait. Az állatok nélkül nem folytathatjuk a turnét. Sajnálom, az üzlet, tehát a héten. Nem tudom, mit csináljak. Itt már csak a csoda segíthet. Apa, figyelj! Hagyd abba a kép, és gyere ide! Tessék, apa! Ne a játékon járjon folyton az eszed. Menj, gyakorold az akrobata számot. Ez nem játék, apa. Ez egy új szám. Kérlek, engedd meg, hadd lépjek föl vele. Tedd, amit mondtam. Ne légy hozzá olyan szigorú. Soha semmit nem kérhetek tőled, apa. Téged nem érdekel, hogy szeretnék igazi házba lakni. Igazi iskolába járni, mint a többi gyerek. Ha nem léphetek föl, elmegyek munkát keresve. Te leszel az egyetlen. Isten veled. Csodálatos életük lehet. Igen, szerintem is. Wally, hol van a villáskulcs, amit kértem? Rögtön viszem. Csak gyakorolunk Denverrel egy új mutatvány. Hopp!
Na. Nézzétek, nem volt kárba veszett munka. Azt hiszem, sikerült végre megtalálnom, hol van a baj. Jövök, segítek neked is, Kézi. Ó, kösz, Jeremy, nagyon rendes vagy, de nem hiszem, hogy te meg tudnád javítani. Ide szakértőt. Te, Kézi, ha hazajön a papád, megcsinálhatnám vele a riportomat. Gondolom, nem sokára itthon is lesz. Akkor el kell tüntetnem innen Denvert. Ha? Valaki van az ajtónál. Gyorsan, Denver, menj a raktárba! Gyere, futás alatt, gyorsan! Valami bajod van? Nem, nincs semmi bajom, csak kifúj a magam, mielőtt bemegyek munkáért. Munkáért? Ez itt garázs vagy, nem? Az Sherlock, de te még túl fiatal vagy ahhoz, hogy garázsban dolgozzál. Én már 4 éves korom óta dolgozom. Hm? Hol? A cirkuszban. A cirkuszban? Tényleg? Ugyan már, át akar verni minket. Ha valóban a cirkuszban dolgoztál, akkor mutasd meg, mit tudsz. Aha, te vagy Baxter nagy száma, mi? Én voltam, de elszöktem. Baxter az apám. Ne hülyéskedj! Nincs olyan ember, aki elszökne egy cirkuszról. Hát persze, miért is tenni? Úgy ott hátul van valami állat. Nem. Az csak a tévé. Igen. Nem igaz, fiúk? Igen, jól mondja. Érdekes. A cirkuszban az elefánt szokott ilyen hangot adni. Hé! Várj! Nem, várj! Srácok, mi ez a fura szerzet? Te azt hitted, hogy elefánt, igaz? Hát majdnem beletrafáltál, csak egy kicsit kisebb a nózia. Olyan, mint egy dinoszaurusz. Vagy nem az? Esküdj meg, hogy nem árulod el senkinek. Denver az utolsó dinoszaurusz. Esküszöm, hogy nem árulom el. Ha megtudnák, őt is elvinnék, mint apám állatait a cirkuszból. Hé, csapja tenyerembe, barátok vagyunk. Csak azt nem tudom, hogy hol fogok aludni az éjszaka. Ha megfelel, Denver megosztja veled a szállását. Messze van még a házatok, Wally? Lehet, hogy egy kicsit messze van, de Denvernek ott biztonságos. Csoda klassz a bringád. Láthatnánk egy-két mutatványt? Semmi akadálya. Öregem! Ahhoz képest, hogy amatőr vagy, egész jól csinálod. Köszi. Ezt nézzétek, nézz ide! Elmegyük! Na ez mit szólsz, te profi? Nem örül, mint Dino a farkának. Nézzétek azt a csövet, srácok! Neki a bringával! Gyerünk! Hogy? Ne adjuk magunkat. Úgy látom, ezek itt le akarnak főzni minket. Gyere! Mutassuk meg nekik! Gyerünk! A gördeszka se rosszabb a bringánál. Rajta! Nyomás! Írtóklasszul csináljátok, fiúk! Mindig ilyen csapatról álmodoztam a cirkuszban, de az öregem hallani se akart róla. Hát ez nagy kár. Igen, szörnyen unalmasak mindig ugyanazok a számok. Soha semmi újdonság. Tiszta a levegő. Várj, jön egy terkocsi. Ismerem ezt a fickót a cirkuszból. Meg kell tudnom, hogy mit keres itt. Rinaldo! Mamma mia! Miért csinálod a hip-hop eltűnök számot? Azzal én lépek fel. Apád megbízott, hogy kerítselek elő. Engem keres. Azért jött most ide. Csalódást kell okoznom neked. Én is ott hagytam a cirkuszt és a többiek is, mert apád nem tudott fizetni nekünk. De maga nem hagyhatja ott. Ha te a fia ott hagytad, akkor én miért ne léphetnék le tőle? Mondd meg!
ügyes vagy! Add ide nekem! Most hova mért? Milyen jó bogut számot hozhatnánk össze? Faszolt, Bóli! Hagyja, talán volna még cirkuszunk. Bárcsak tudnánk segíteni. Az a mutatvány, amit ma csináltunk, szenzációs volt. Papám, soha az életben nem ismerni ezt el. Szerintem botrányos. Denver, neked mi a véleményed a dologról? Mi ütött belé? Azt hiszem, van egy ötlete. Jaj! Denver szeretne botrányos szám lenni a cirkuszban. A bicajos és a görkorcsolyos szám lenne a miénk, Denver a gitárral pedig a fő attrakció! Kézi biztosan segítene. Nem? És persze Heather is. Milyen régen szeretnék fellépni a cirkuszban? Igen ám, de van egy bökkenő. Először is ezt be kell adnom az apámnak. Ez az egész itt olyan furcsa, mint egy kísértett város. Tudi, hogy Denver biztonságban van a lakókocsitban? Tuti, a mama és a papa kocsia itt van. Ez így nem mehet tovább, enned kell. Te mondod? Neked sem ment le egy falat se a torkodom, mióta Kip eltűnt. Tiszta haszon, ha lemegy egy pár kiló rólam. Talán a rendőrség megtudott valamit Kipről. Szia, apa! Bemutatom neked az új barátaimat. Kip! Visszajött Kip! Drága Kip! Úgy szeretem a happy endet. Hagyd az örömkönnyeket! Még nem vagyunk a végén. És nincs garancia, hogy boldog lesz a vég. Persze, én bevallom, engem is meghat, hogy a tékozló fiú hazatért. Megígérted, hogy a barátaim legalább egyszer feléphetnek a cirkuszban. Nem szegheted meg az ígéretedet. Belátom, én egy kicsit régi módi vagyok, Kip. De tényleg azt hiszed, hogy ők kimentenek a bajból minket? Figyelj csak, jó lapa, majd meglátod. Kezdődött, srácok! Milyen tisztelt publikum! Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket! Van szerencsém bemutatni Önöknek a világegyetem legfantasztikusabb számát! Denver a bátrak legbátrabbiká! Menekültek, mert megvan a cirkusz új szenzációja. Nagyon után, Denver, gratulálok! Sikerült a munka? Csak nem megyek ilyen bicepszekkel mosogatónak. Fiatal ember, egy szóra. Tessék, uram. A cirkusz megtartja az előadást. Igen, uram, ma este. Denver a bátrak legbátrabbika, a nagy attrakció. Micsoda? Megállj! Megállj, hallod, gyere vissza! Nem hiszem, hogy azok után visszavennének minket. Denver a bátrak legbátrabbika. Megőrültél? Mit akarsz? Tegnap zuhanyoztam. Lehet, hogy észrevette, hogy a füled piszkos maradt. Itt vagyunk, ragyogunk. Mit segítsünk? Add csak, odaviszem, Bóli. Jaj, segítség! Segítség! Kézi, vigyázz, felszáll! Jaj! A lufikat! A gyakát játszol, Kézi! Tényleg, van közönség. Úgy veszem észre, ez a Denver érdekli őket. Jó estét, Mr. Snead. Ön nem szokta megnézni az előadást. Megnézem, hogy mibe fektettem a pénzem. Kíváncsi vagyok, hogy milyen állatok kerülnek majd a birtokomba. Tessék, csak nyugodtan nézzen körül.
Jöjjön bátran, bekísérem az oroszlán ketrecébe. Nem óhajtok kísérőt. Ez igen, rengeteg ember fél el itt. Nem is tudom, hogy a cirkusz történetében volt-e már ilyen teltház. Magyarót, magyarót, tessék, friss finom a magyaró, tessék, tessék, vegyenek, nem bánják meg, egyenek, magyarót! Ó, nem kell fizetni, ingyen adok egy csomaggal. Egy ilyen szépségnek, ó, bárcsak én is magyaró lehetnék. Egy puszit azért elfogadok. Bocsánat, itt van ennek is egy-két csomag. Parancsoljon, meg... Isten hozta önöket a Baxter cirkuszban. Ma este majd egy olyan számot láthatnak, kedves közönség, amelyet legmerészebb álmaikban sem képzelhettek el. Önök láthatják elsőként a cirkusz új műsorát. És most, figyelem, kezdődjék az előadás! Hölgyeim és uraim, izgalmasabb produkciók következnek. Bízom benne, hogy elnyerik nagy érdemű tetszésüket az ördög biciklisták. Úgy látszik, Baxter mégis megengedte a kölyöknek. Érthetetlen. Egész jól csinálják a srácok. Denver készen van, 5 perc múlva ő következik. Igen, uram. Jól van, tessék. Na, hadd nézzelek. Csinos vagy. És hol van a gitárod? Mindjárt Denver következik, készen van? A majom elcsente a gitárját. Jaj, vissza kell szereznünk. Gitár nélkül Denver nem mehet a porondra. Vagy? Denver készen áll? Az a helyzet, hogy van egy kis probléma. Tönkre vagyok téve. Nincs nagy attrakció. A közönség vissza fogja követelni a pénzét. Fontolóra vettem a dolgot, Baxter. Tetszik, hogy maga meg akarja újítani a cirkuszt. Beugrom a fináléba, ha hajlandó visszavenni. Hát persze, Rinaldo. És azt csinál a porondon, amit csak akar. Nagyon köszönöm. Szeretnénk, ha visszavenne minket is, és persze a többiek is szeretnének visszajönni. Isten hozta itthon a régi barátomat. Tessék, Snape. Az összes tartozásom. Hát, ezt igazán nem gondoltam volna, Baxter. Felajánlom magának, hogy legyünk társak. Nem, köszönöm szépen. Itt vannak az én társaim. Megbánja még. Nem igaz, hogy milyen csodálatos érzés volt fellépni a cirkuszban. Hallottátok? A közönség azt kiabálta. Bravo, Mario! Bravo, bravo, Mario! Bravo, Mario! Attól félek, Mario. Nagyon megütetted a kókuszodat. Neked megvan az izgalmas riporttémád, nem igaz? Még mindig szeretnél cirkuszos lenni? Isten őriz! Százszor több meló, mint megírni egy házi feladatot. Ha? Bemeltek? Hát persze! Csak szeretném még egyszer megköszönni, fiúk.
És hoztam neked valamit, Denver. Hey? Igen, a világegyetem legnagyobb attrakciójának. Wow! Rendezte Tom Burton. Tervezte Peter King. Magyar hangok: Boros Zoltán, Lippai László, Bor Zoltán, Zalán János, Zubornyák Zoltán, Somlai Edina, Ligrádi Gergő, Vándor Éva, Szinovál Gyula, Jáki Béla, Izsó Filmos. Zene Dél Sekel. Ének Viki Dál Gyula, Kovács Kriszta, Lengyel Kati, Bardóczi Attila. Zenei vezető Pető Zsolt. Magyar szöveg Nedecki Edit, hangmérnök Miklós Miklós, vágó Kocsis Éva, rendezőasszisztens Nikodém Zsigmond, gyártásvezető Pálinkó Mária, szinkronrendező Rehorovszki Béla. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Magyar Szinkron és Videóvállalat műtermeiben készült.